Újabb dolgozókat védő és munkájukat segítő adományt kapott a Kátai Gábor Kórház. A részletekről Nagyné László Erzsébet főigazgatóval beszélgetünk. Az alapítvány évek óta folyamatosan támogatja az intézmény működését. Idén kimondottan védőeszközöket gyűjtöttek adományozóktól, márciusban már védőszemüveget adtak át, most pedig védőpajzsokat. A Kátai Gábor Kórháznak van egy alapítvány, illetve több alapítvány működik az intézményben, de ez az egyik legnagyobb alapítványunk, a Kátai Gábor Alapítvány. Igen jó az együttműködés a kuratóriummal, és ezért évek óta támogatják folyamatosan az intézmény működését. Hát kimondottan az idei évben a védőeszközökhöz gyűjtöttek adományokat, és ezekből az adományokból természetesen a kórház dolgozó és a intézmény is részesült. Már márciusban kaptunk védőszemüvegeket az alapítvány közreműködésével, és hát most megérkezett a úgymond utolsó adag védőpajzs. Ebből összesen 650 darabot kapott az intézmény. Minden dolgozónak tudunk adni, névre szólóan nyilván ezek sterilizálhatók, és ahogy látszik is az állagukon, hogy ezek masszív pajzsok. Ezen kívül egy nagyobb adomány is érkezett az alapítványon keresztül. Egy önjáró takarítógép értéke közel 800 ezer forint. Ezt járó szakrendelésen használják, hiszen az ütemezetten előzetes időpont alapján most is működik. Még egy nagyobb adomány érkezett az alapítványon keresztül. Egy takarítógépet kaptunk, amelynek az értéke közel 800 ezer forint, és hát nyilván tudják az érdeklődők, hogy működik még a járószakrendelés, ha ütemezetten is, tehát időpontra tudnak jönni a betegek, de itt igen nagy felületű a várórész, a váróterem rész, és ezeken a nagy felületeken nagyon nagy segítség a humán erőforrás számára ez a takarítógép is. A főigazgató ezúton is köszöni az alapítványnak, minden vállalkozónak, vállalkozásnak, magánszemélynek, aki valamilyen formában, akár csak jó szóval is, de támogatja, segíti a kórházi dolgozók munkáját. Szeretném még ezúton is megköszönni az alapítványon túl mindenkinek, minden vállalkozásnak, minden magánszemélynek, aki, ha csak jó szóval is, de támogatja az itt dolgozók munkáját és segíti. Ahogy láthatták, a múlt héten pizzaadományt kaptunk, most már van egy felajánlásunk, szintén élelmiszer, és magánszemélyek is elkezdtek sütögetni otthon azért, hogy az itt dolgozóknak egy kicsit feldobják a igen leterhelt napjaikat. Múlt hét óta az mi intézményünk is kijelölt COVID-ellátó intézmény. Mint a főigazgató elmondta, múlt hét óta a Kátai Gábor Kórház is kijelölt COVID-ellátó intézmény. Így a biztonság szempontjából is nagyon fontos az alapítvány védőeszköz támogatása. Ha valaki anyagilag segíteni szeretne, a Kátai Gábor Alapítványon keresztül megteheti, vagy közvetlenül a kórház internetes elérhetőségén is jelentkezhet akár anyagi, akár eszközbeli támogatással. Van kórházi oldalunk is, tehát van internetes elérési lehetőségünk. Itt is meg lehet tenni, de nyilván minden telefont fogadunk, az ilyen telefonokat különösen jó szívvel fogadjuk, és az ilyen felajánlásoknak az átvételét meg tudjuk oldani, akár a kapuban, mert ilyen is van, aki úgy kéri, hogy nem szeretne bejönni az intézmény területére, de akár egyéb módon is, és hát nyilván a vállalkozások szempontjából pedig az, hogy az alapítványunk közhasznú, ezt a támogatást ugye adózás szempontjából ők könnyítésnek vehetik, és ezért is nagyon jó, hogy az alapítványon keresztül akár anyagi, akár eszközbeli támogatást is nagyon szívesen fogadunk és várunk, és nagyon szépen köszönjük az eddigi adományokat is.